A kereskedelmi szálláshelyek belföldi bruttó szállásdíj bevétele 5-6%-kal növekedett az idén a tavalyi 8% után városunkban és a Tiszatavi régióban is. A térségi szállodák tájékoztatása szerint a magyarok 2019-ben átlagosan 49.400 forintért foglaltak szálláshelyet, ami csaknem 10%-kal több, mint 2018-ban. A térségben a Tiszató, Berekfürdő és a Karcagiak lettek a legnépszerűbb úti célok. A tájékoztatás szerint ez több mint 40%-kal növelte az internetes foglalás a közvetített forgalmat 2019-ben. Az egy éjszakás 35% és a két éjszakás 33% kikapcsolódásnak voltak a legjellemzőbbek. Az idei év bizakodásra ad okot mind a tavi, mind a gyógyvízi települések számára. A növekedés akkor érhet el az 5-6%-ot, ha a szálláshelyek az áfa csökkenés jövedelmezőleg javító hatását a minőségi kiszolgálásra, kapacitásfejlesztésre és a munkaerő megtartására fordítják.